Sziasztok! Üdvözlök innen mindenki Sellyéről. Ma is lesz egy vonalbejárás, de inkább holnap lesz a nagyobb, mert most a 62-es vonalra fogok megint jönni, de itt most Sellyén szállással, és majd holnap reggel megyek ki Középrigóc fele. Egyelőre most Drávafok fele fogok elmenni addig, ameddig sikerül. Majd miután a szállást elfoglaltam, meg hát ugye addig előtte, mert 14-re lehet menni a szállást elfoglalni, az még másfél óra, addig valameddig elsétálok. Meg bemutatok itt még egy elveszett vonalat, amit majd később fogok bejárni, de az valószínűleg biciklivel, mert ott ezt már korábban felszedték, viszont földút van végig a helyén. De majd mindjárt megmutatom, hogyha oda az elágazáshoz érünk. Akkor vessünk egy kis pillantás Sellyé állomásra innen a váltókörzetből. Hát itt régebben nagyobb forgalom volt, azért ez a sok vágány. Hát gyakorlatilag most már eddig sem nagyon járnak el az ablakos vonatok. Talán egyszer-kétszer, hogyha pótkocsit hoz a BZ, bár szerintem ez nem annyira jellemző errefele, akkor ugye eddig elvileg el tud jönni körbejárás miatt. És ugye látjátok itt az elágazást, ugye jobbra volt a 62-es vonal, ami Drávafokig most is járható, mert időszakosan van terforgalom, hát már azt hiszem, hogy heti kétszer vagy háromszor van. A másik pedig igazából Zaláta fele. Ment, ezt még a közlekedéspolitikai koncepcióban, ugye 70-es évek eleje környékén szedték föl. Ugye akkor korábban átment a határon is, de hát azt ugye már a második világháború után megszüntették, ott volt van egy híd is, de azt már korábban lebontották, és a csonka vonalat, ami 9 km volt Zalátáig, azt pedig a 70-es évek közepetáján, vagy eleje közepetáján zárták be. Ugye ott van a vörös négyzet, hát hogy ennyi van meg a vonalból, de végig megvan a helyén, és a Sósfertikéig biztosan, hogy a Google Maps-en néztem, a földút megvan. De egyébként Zalátáig be lehet járni. De az majd egy későbbi alkalom lesz, most majd Drávafokig fogok elmenni egy szakaszon. Aztán majd holnap majd Középrigóztól. Hát terv szerint Kétújfaluig biztos el fog, hát legalábbis addig szeretnék legalább eljutni, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül. Egyébként Drávafok innen 10 km-re van. Középrigóc pedig olyan körülbelül 30-ra. Nézzétek, itt van a régi szolgálati lakás is, felújított és lakott is láthatólag. Ez pedig a régi Középrigóc felőli őrhely volt. Szerintem egyébként ezt is használják, még csak állandó szolgálat nincsen, de innen lehet váltókat állítani, és szerintem, hogyha a tehervonat jár, akkor ide kijönnek ezt kezelni, és ez volt az alátai vonal. Hát ebből ennyi maradt. És ez megy tovább Középrigóc fele, ez a 62-es. Ez Drávafokig járható, addig a tervonatok rendszeresen járnak ki. Utána már úgy tudom, hogy a sineket is loptak el. Úgyhogy azon már biztos nem lehet a forgalmat felvenni. De hát azt majd holnap, hogyha Középrigóc felől a másik irányba elindulok, akkor majd fogjuk látni. Az biztos, hogy az útátjárókból már kiszedték a sineket. De hát látszik is. Hát itt van mellette egy ösvény, tehát valószínűleg itt egyébként Sósfertikéig el lehetne menni. De ezt majd szerintem majd egyszer később biciklivel fogom bejárni. Ez viszont a 62-es. Ja, az őrház, és mellette ez a felújított szolgálati lakás. És akkor gyerünk a 62-esen tovább. Vonóvezeték, ez megvan, tehát valószínűleg az alakjelző. Ez, és itt van a RailCargo Hungaria tábla, vagyis hát a tolatási határ. És itt látszik, hogy azért karban van tartva a pálya, van ülszelvény tiszta, nincs gaz a pályán, persze, mert ezért itt heti szinten van teherforgalom. És úgy tudom, hogy nem csak középmáv szerelvények járnak ki, hanem magánvasút is. Talán a RailCargo Hungaria az, ami még dízelekkel kijár. Ugye Drávafokon főleg fát hoznak. És itt bizony vonóvezeték, tehát sem akkor a bejárati jelzőig el fogok menni. Egyébként a szállás is itt van a Vár utcában, ami pont olyan, hogyha az útátjárónál, aztán a következő útátjárónál kell lemenni a falu felé, és ott lesz. Hát vagy város, nem tudom, hogy Sellyé pont micsoda. Nehéz ezt már követni, mert nem is nagyon van már szerintem falu, mert előbb-utóbb Minden nagy községből várost csinálnak. Ott a 701-es szelvény. Szóval úgy tudom, hogy ide volt is olyan terv, hogy leközlekedtetnek egy külön vonatot, gondolom BZ-vel. Úgyhogy Drávafokig is elmenni, csak ugye Drávafokon nem lehet körüljárni. Ezért ezt csak akkor lehet megoldani, hogyha nincsenek bent teherkocsik az állomáson. De végül azt hiszem, hogy Vajszló fele se közlekedett le, mert ugye a másik irányban még Vajszló fele járható a pálya, de azt már bejártam korábban. Igen, most azért igyekszem lassabban haladni és két kézzel tartani a kamerát, mert sajnos a Sony az még mindig szervizben van, úgyhogy csak ezzel a régebbi Panasonic-kal tudok most dolgozni, amiben nem olyan jó a stabilizátor. De hát jelenleg most ez van. Remélhetőleg ezen a héten már megcsinálják, hogy legközelebb szerdán lesz munkanap, majd akkor tudok érdeklődni a szervizbe, hogy jutottak-e már vele valamire. Hát ez van. De azért haladunk szépen itt azért. Itt egyébként Drávafokig ilyen sima ügy lesz. Viszont Középrigóztól majd, hát ott azért már legrosszabbra fel vagyok készülve. És bizony egy 20-as lassú jel kezdete. És itt az előjelző. Úgyhogy haladunk szépen. Tehát eddig a pálya tök egyenes. De hamarosan itt lesz az átjáró, ami még Sellyé területén van. 709-es szelvény. És már körülbelül egy kilométert haladtunk. Hát ez a tábla gondolom az előjelzőre figyelmeztet. Egyébként ennek majd utána fogok nézni, mert most ez így hirtelen nincs meg, hogy ez mi akar lenni. Ezt nézzétek, itt van egy egyszerű András keresztes átjáró, földutas. De ki van takarítva. Na, egy 4 évvel ezelőtt beépített betonaj. Hát itt már betonajakra cserélték a korhatalfákat. Korábban ugye láttunk új talfákat beépíteni, régiek helyett. Egyébként 712-es szelvény. És továbbra is nyíregyenes. 717-es szelvény, itt vagyunk most jelenleg. És errefele tovább, itt egy sima András keresztes átjáró van. És most még az egy egész forgalmas félút, csodálkozok, hogy itt nem volt fénysorompó. Ugye semmilyen nyomát nem látom. Nincs se vasbakter, se kábel. Tehát itt, hogy valószínűleg tényleg nem volt már akkor sem, amikor még volt ezen a vonalon forgalom, és egyébként itt kéne visszamenni Sellyé fele. De erre tovább van. Hát először Bogdása megálló, aztán utána Drávafok. Hát itt majd erre tovább. Egyébként Drávafoktól lesz busz visszafele. Bár hát innen már ugye 10 kilométert ír Drávafokig, jöttünk másfelet, igazából 8,5 kilométer, azt egy olyan 2-3 óra alatt meg lehet tenni. Ilyen pályán simán. Úgyhogy nem egy lehetetlen vállalkozás. De hát így állunk most. És ez is itt érdekes, nézzek ezeket a nagy feszültségű villanypóznákat és fa oszlopokon. Ezért ez egy körülbelül egy ilyen 20 kV-os vezeték lehet. Hát 25 vagy 20 kV-osok ezek. És ezért ez nem egy megszokott dolog, hogy ezek fa póznákon vannak. 2 hours later. Na, és akkor ismét a vonalon, haladunk tovább. Errefele, Drávafokig. 2,5 óra van a buszig, addig kéne átérni Drávafokra, és hogyha ilyen jól járható a pálya, már pedig ilyen jól járható, hiszen ha tehervonat el tud rajta menni, akkor én is el tudok. Akkor ez nem egy lehetetlen vállalkozás. Hát ha nem érem el a buszt, akkor meg visszafele is sétálni kell. Az azért az nem lenne jó. Na ezt nézzétek. Még egy átjáró. Földutas. De ilyen bevezetősínes, plusz betonaljakkal ki van rakva mind a két oldalt. És egyébként a pálya egyenes továbbra is. És innestől átváltott a pálya betonaljasra. Nem egy darab talfa sincs benne. És úgy látom, a tiplik is jó állapotban vannak. Valószínűleg ez már régebben is betonaljas volt, mert itt csak a tipliket cserélték. Hát ugye arra, hogy 20-szal eldöszögjön egy tehervonat, arra ezek a betonaljak meg ezek a sírák jók. A sín az 48-as sír ránézésre. De majd ha találok valamelyiknek, akkor megmutatom, de eddig még nem láttam, de ránézése 48-as. Itt is van Diósgyőr 1982 és 48. És itt van az egyik szakasz vége, 728-as szelvény, és itt jön egy ív. Gyerünk tovább. És hamarosan jön Bogdása megálló. És megérkeztünk az erdei szakaszhoz. 739-es szelvény. És bizony itt egyenesen az erdőbe. Még egy körülbelül jön 5 km van hátra. És még több mint 2 óra a buszig. Úgyhogy ez meg lesz. És erről jöttünk. És tovább Bogdása fele. Ismét az ív után jön egy egyenesebb. És itt lesz Bogdása, egyébként az egy egyszerű táblás megállóhely volt. De minden igaz, megvan még az esőbe álló. Hát egy körülbelül 1 kilométer is kiderül. Na, 746-os szelvény, az erdei részt elhagytuk. Hát egész nap ilyen ködös idő volt. De egyébként van 16 fok, úgyhogy most igazából ideális túrázós idő van. És akkora köd nincsen, hogy nagyon a látási viszonyokat rontsa. És ugye hamarosan Bogdására érünk. Ott lesz egy átjáró megint. Legalábbis egy átjárójelzőnek a maradványa. 752-es szelvény és egy útátjáró, ahol az András kereszt egy régi távíró póznának a betongyámján van, és ismét egy földutas átjáró, itt nagyjából a semmibe, és ismét jön egy erdei szakasz, és megint alfás a pálya, de csak eddig, itt az átjáróig, na most ismét visszatérnek a betonaljak. Valószínűleg ezen a szakaszon már korábban ilyen 80-as, 90-es évek környékén lehetett egy átépítés, amikor ilyen hosszabb összefüggő szakaszt csináltak meg betonaljasra. Hát most innen meg ameddig a szemmel lát egyenes. 760-as szelvény, és itt van a megállóhelyre figyelmeztető tábla, de hát Bogdása az hamarosan jönni fog. És bizony erről jöttünk. Erről jöttünk, hosszú egyenes, és itt a lényeg. Van egy egyszerű földutas átjáró, viszont az már Bogdása megállóhely, innen már látszik a peron. És egyébként a falu az itt errefele van valahol, de az is látszik, hogy nem közel. Tehát valószínűleg ez a megállóhely sem volt nagyon használva a megszüntetés előtti években. 764-es szelvény, mint látjátok. Pálya szinten továbbra is változatlan a helyzet, betonaljak és 48-as sinek. És akkor mindjárt megnézzük, hogy mi maradt a megállóból. És innen még 2 kilométer Drávafok, és 1,5 óránkon ezt a 2 kilométert megtenni. Úgy látom, az esőbe álló még ott van. Itt vagyunk. Bogdása, ennyi maradt belőle. Egy masszív esőbe álló épült, az azért megvan. De hát ennyi. Néhány közérdekű közleménye falon, de nagyon más nem. Annyira kín van a dalom a semmi közepén, hogy ide még defitizni se nagyon jár senki. És hát itt a hagyományos SK plusz 0 centis peron, és murvával feltöltve, szélén betonaljakkal. De hát ide elég volt. És ismét egy hosszú egyenes. Azt hiszem Drávafok előtt lesz egy enyhébb ív, egyébként ugyanilyen egyenes lesz a pálya. De ha valami változik, akkor azt majd fogom mutatni. És bizony itt az ív. És az valószínűleg ez már az utolsó ív Drávafok előtt. A 770-es szelvénybe. Jelenleg, és szerintem a 790-es, maximum 790-esnél már ott lesz Drávafok. de hát meglátjuk. És ismét erdei szakasz. És akkor itt van egy átjáró. És ez már gyakorlatilag Drávafok. Tehát ott arrafele már. Körülbelül egy olyan 50-100 méterre már Drávafok határa van. A vasútállomásod egy picit odébb van. Itt még egy pár száz méter egyenesen, és aztán egy jobbos ív, és ott. De hát haladunk, innen már tényleg közel vagyunk. És még kb. Egy óra van a buszig, úgyhogy lesz idő alaposan szétnézni. És bizony itt az utolsó utátjáró. És szerintem itt is volt egy fénysorompó. Csak innen még a vasbaktert is eltüntették. És visszatért az erdei szakasz. És ismét talpfás a pálya. 785-ös szervény. Igazából néhány száz méterre az állomástól. Egyébként itt van az erdőn túl a Vasút utca. És annak a végén van az állomás. Úgyhogy itt vagyunk a célegyenesben mondhatni. És pont a Vasút utca végén van a buszmegálló is. Úgyhogy majd szépen ott a közúton kell visszasétálni. Meg egyébként, hogyha most nagyon késésben lennék a buszhoz, akkor, hogyha annál az útátjárónál bementem volna egyenesen, akkor is meg lett volna hamarabb, mert hogy onnan jön, azon az úton jön a busz. És bizony itt már jönnek a mohás talpfák, amik nagyon csúsznak, úgyhogy most itt nem a talpfára igyekszem lépni, hanem az ágyazatkőre. Ez kevésbé csúszik. Azt nézzétek, csak az nem egy behatási pontnak a maradványa. Hát nem. Az inkább egy jelzőnek a maradványa lenne. Hát igen, annak alahol itt kéne lenni a bejárati jelzőnek. Nem annyira közel van az állomás, és még se előjelző, se főjelzőt nem látunk, de még vonóvezeték tartót se. És egyre nagyobb a köd. Egyre nagyobb a köd. És hamarosan sötétedni is fog, mert 16 óra elmúlt. És itt egy 10-es lassú jel, legalábbis az arra való előjelző. Igen, egyre több a korhat talpfa. És itt van. Ez valószínűleg a bejárati jelzőre jelező. Haladunk, mindjárt elérjük a 790-es szelvényt, és az már ott kéne lennie valahol az állomásnak is. Ahhoz képest, hogy a térkép szerint az átjárótól 400 méterre kéne lennie az ívnek, ami ráfordul az állomásra. Már lassan ott tartunk, és még semmi. Viszont ott a jelző, vagyis az előjelző. Na majd közelebbről megmutatom. És bizony itt az előjelző. És a vonóvezeték is. Ezt valószínűleg még működtetik. Vagy legalábbis üzemképesnek tűnik. Aztán persze lehet, hogy nem az, bár bármik érvénytelenítve nincsen. Akkor viszont elvileg használják. Na, irány tovább. Ott már látszik az ív ott a ködön át, és utána már jön az állomás. 792-es szelvény, és van itt egy nyilas tábla is. Ugye ez azt jelenti, ez a nyilas tábla, hát ugye nem ez a hivatalos neve, de ezt ugye mindenki így hívja, hogy ellenőrizetlen váltó van a pályán. Tehát hogy 15-tel lehet csak a váltóra rámenni, hogy meg tudjon győződni a mozdonyvezető arról, hogy helyes állásban van. De nyilván, mert nincs szolgálat Drávafok állomáson, hanem tehát emiatt a jelzőt sem kezelik, mert nincs aki kezelje valószínűleg, hanem ugye a váltókat is a vonatszemélyzet állítja. De emiatt van a nyilas tábla is, hogy a helyes állásáról meg kell győződni. És bizony mindjárt ott vagyunk az állomáson, itt az ív után gyakorlatilag rögtön az következik. 795-ösre van egy átjáró, az már szerintem az állomási. Tehát egészen idáig 20-szal lehetett száguldozni, innen pedig marad a 10. És itt megbújt itt a fák között, de itt van a bejárati jelző is. Viszont érdekes, hogy nincs érvénytelenítve, mert ha az állomáson nincsen személyzet, akkor ezt miért nem érvénytelenítik? Hát, egy és közben csökken a fény, viszont már 800-asra kellett az izót állítani a fényképezőn, úgyhogy lassan fotózni már nagyon lehet. De videózni azért szerencsére igen, és látjátok, itt van egy tekerős sorompó. Igazából ennek is a hivatalos neve az teljes csapórudas sorompó, de hát ugye sokan az általános elterjedt neve a tekerős sorompó, vagy hát ugye a teljes sorompó, akkor ezt is így említi. Annyi a lényeg ezeknél, hogy ezt mindig ezt személyzet kezeli, tehát ezt kell egy váltókezelő, bakter vagy valaki, aki ezt kézzel tekeri le meg föl. Az automata sorompókat meg ugye a BZ-del magától állítgatja, hát ezt meg nem. Bár azt nézzétek, itt van a hajtóműve, tehát ezt akár ilyen vonatszemélyzet is kezelheti. Hát nem tudom, hogy itt hogy volt. Szerintem itt egyébként nem volt olyan, hogy ilyen vonatszemélyzet által kezelt sorompó. Tudom, hogy a 84-es vonalon volt valahol, még recskelőtt, hogyha elindulunk KK-Ponda felől, meg ugye 87B Sátánál volt ilyen. De hogy itt is az lett volna, hogy vonatszemélyzet kezelte, amikor még itt működött a vonal. De hát látjátok, itt van a hajtómű lelakatolva. És itt van, ez Drávafok. Földszintes állomásépület, két vágányos állomás. De úgy tudom, hogy körüljárási lehetőség már nincsen, tehát hogyha teherkocsikat itt hagyják, hát ugye ott a döngfák most is ott vannak, tehát itt szokták megrakodni. De hát ha az egyik vágányt elfoglalják a teherkocsik, mert azokat sokszor tényleg lehozzák üresen, aztán pár nap múlva jönnek érte, és akkor addig be lehet rakodni. Akkor bizony itt nem lehet körbejárni. És ez volt a külön vonatnál is a probléma, hogy ugye két pótkocsival jött volna a BZ, és akkor ugye nem tudott volna körbejárni. 797-es szelvény, és az állomásnak a rakodója. Berakásra várva itt állnak a döngfák, és akkor hát szerintem a váltókörzet végéig járható a pálya, ott valószínűleg már kint van a vörös négyzet a nyílt vonal fele. Na hát mindegy, elsétálunk, megnézzük. Szóval van még 40 perc a buszig, úgyhogy még egy kb. 5 perces biztos mehetek erre. Aztán visszafordulok, akkor már csak a busz megállót kell megtalálni ott a Vasút utca végén. Tehát van rá idő. És itt van még a rakodóvágány, az elég messzire elnyúlik, de hát most már nem megyek el tovább. Majd legközelebb, hogyha bejárom a vonalat, meg a másik irányból. Ugye holnap én úgy terveztem, hogy Kétújfaluig eljutok, az 16 km, aztán vagy sikerül, vagy nem, és legközelebb meg Kétújfalutól folytatva már csak 14 km körül lesz Drávafok. És majd akkor bejárom majd a másik irányból, amikor hát vagy pedig lehet, hogy lesz majd egy olyan bejárás, mikor innen indulok Drávafokról, és majd akkor megyek kijebb. De szerintem ennyi elég, mert valószínűleg a váltókörzetig ki van a pálya pucolva, és utána meg kint van a vörös négyzet. Ugye nyilván, hogyha a tehervonatok hozzák a kocsikat, akkor hogy a körüljárás az lehetséges legyen, akkor addig járható a dolog. Ugye, hogyha van a személyzet, ugye kap a váltókhoz kulcsot, meg hogyha van, vizsgáljuk arra, hogy állíthassák, akkor körbe lehet járni, csak hogyha valamelyik vágányon benn hagyják az üres teherkocsikat, akkor nem. Na, hát itt van az állomás épület és a padlás, hát a padlás teljesen üres. És itt van az utcafronti része az állomásnak, de hát láthatólag ezt már nem használják. És akkor útban a buszmegállóhoz, Drávafok főutcáján sétálva, még kb. 100 méter és ott vagyok. És kb. 4 óra múlva jön a busz. Úgyhogy ez ennyi volt, ez a 62-es bejárás Sellyé és Drávafok között. holnap majd Középrigóc felől indulok el, és reményeim szerint eljutok két új faluig. Úgyhogy ez ennyi volt, köszönöm, ezt is megnéztétek, sziasztok!